Elérkeztünk az ősi magyar gyógyászat negyedik részéhez. Az inkvizíció munkájaként a tudás tovább felejtődött, mivel a tudókat kivégezték, kihaltak. Nagyon sok tátost, füves asszonyt tiltottak ki. A tudás maradványa babonaságnak hatott, és az ördög művének vagy boszorkányságnak tartották a gyógyítást magát, tehát még tovább írtották, és beütött a sötét középkor. Ami talán megmaradt, illetve hamar újjáélett, az a gyógynövény ismeret és a kolostorkertek ispotályok kapuin belülre került. El is látták szentek neveivel, mivel a gyógyhatásukról meggyőződhettek. Vicces, hogy a legtöbbet babonaság ellen vagy boszorkányság ellen védő fűnek tartották, és nevezték is el. A gyűjtött növényekből szárítmányt, kivonatokat, olajokat készítettek. A bemutatott növények között nem a szokásos gyógynövények szerepelnek, hanem speciális szempontok szerint válogattam össze. Őseink életét, legendáit, valamint gyógyító szokásait tanulmányoztam, amikor ide érkeztem. Genciana vulgo cruciata dicta Szent László király, fíve. Azaz Szent László király füvét nyomoztam, és azonosítottam be, és találkoztam több szentek nevét őrző gyógynövénnyel. Ezeket összeszedve keletkezett ez az alkotás. A gyűjteményembe kerültek Isten nevű angyalokkal, boldogasszonnyal, magyar szentekkel kapcsolatos növények, valamint ősi népek szentként tisztelt növényei, varázsfüvei. Csak néhány magyar vonatkozású növényt emeltem ki. Boldogasszony növényei közül mutatok kettőt, tűzáldozati füveket, legendás füveket és a szent fánkat. Boldogasszony palástja. A latin neve az alchemilla, az alkímia kis mágusból ered, utalva híres gyógyító hatására. A középkorban varázserő tulajdonítottak neki. Redőzött leveleiben összegyűjti a harmatot, innen a székely harmatlapi elnevezés. Apró zöldvirágú növény, legelőkön gyakori. Régen kifejezetten asszonyok füvének tartották, elsősorban női problémákra adták, erősíti a méhet, szülési sérülésnél, klimaxos tünetek enyhítésére és gyulladások csillapítására használták. Sok kislánynak görcsös a menszesze, mert nincs kifejlődve rendesen a méhe. Néhány hétig issza ezt a teát, és rendeződhet a probléma. Mivel erős összehúzó hatású, erős vérzésnél, fokhúzás után öblítőként, hasmenésnél, gyulladt szemnél, patanásos bőrnél is alkalmazták. A boldogasszony csipkéjét málnaként ismerjük. Gyümölcse nagyon jó vérszegénység ellen például, levele enyhíti a menstruációs fájdalmakat, nyugtatja a méhet, méhizomlazító, szülés előtt itatják. Csökkenti a vetélés kockázatát és a terhességi hányingert. A levelek és gyökerek tannin tartalmaznak, ami bizonyos rákos betegségeket gyógyíthat. Lázcsillapító és összehúzó hatású, jó a cukorbajra, vese és hólyagbántalmaknál, izzasztó tea keverékekben is adják. A tűzáldozati füvek közül először Szent János füvét, azaz az Orbán füvet említem. Ipolyi Arnold Magyar Mitológia című könyvében említi, hogy Szent János virága és az említett Szent Iván fű, mely a Szent Iván tűzbe vettetett, talán azonos a német Johannes Kraut Hypericum perforatummal, régebbi neve Herba fuga demonum volna, s az ördögök boszorkányok elleni óvszer. Böttinél az ős magyarok tűzvirága, Flos Ignis,
azaz tűzvirág, vagyis zent juán virága, szintén a tűzszertartásoknál használt növényre utal. Diószegi Vilmos írta, Szent Iván napján szalma és rőzse tüzeket raknak, virágos füveket vetnek rá, és átugrálják. A tisztító tűzbe vetett, boszorkányság ellen védő gyógynövények egyike volt az orbáncfű. Erre utal az 1400-as évekből származó versike is. Mind a boszorkány, s az ártó szellem hatalmukat vesztik az ember ellen, ha annak Szent János nap éjjelén szedett orbáncfű füzére a mellén, s hogy házad, vész, sem vihar ne érje, s rontás ellen a Szent mindenkor védje, mint melleden az orbáncfű füzére, virítson a szemöldfán a virágnak vére. Ezzel arra utalt, hogy a szirmok szétdörzsöléskor vérszínűek lesznek, és ezzel kenték be a szemöldökfát. Azt a cél szolgálta, mint mostanság vízkeresztkor a Gáspár Menyhér Boldizsár védő felirat. A növény elég erős immunerősítő, állítólag még az AIDS-be is értek el pozitív hatásokat. Vírusölő, depresszió ellenes. Külsőleg olaját égési sebekre, sérülés hegeinek a kisebbítésére használják. A következő tűzáldozati fű a szentperje fű. A magyarok által feláldozott fű a Béldi kódex szerint a perje fű volna, Felix, Szent Iváni tűzbe, s ekkor vízbe is áldozatul vettetik, írja Ipoly. Nos, a kutatásaimban Felixnek csak páfrányszerű füvet találtam, de a korabeli neve perje, pernye, illetve pirfű, pirit, a tűzbe vetett fű inkább valósnak tűnhet. A perje a pázsit füvek családjába tartozó, kumarin illatú évelő növény, levelei légzőszervi megbetegedések ellen ajánlottak. Tisztes fű vagy betonika. Régi neve seppfű, babonafű. Egy kis versike tartozik hozzá, virágos Szent János, éjszakád világos, míg előtted leszek, tiszteletet teszek. Tehát nevét erről a kis versikéről kapta. A tűz fölé egy csokor tisztes füvet tartanak, és különböző varázsszavakat, például kerés ne legyen testemen, törés ne legyen a lábamon, bajelhárítók és mondókákkal biztosították az egészséget. Teáját légzőszervi megbetegedések ellen, régebben epilepsziás és hüléses megbetegedések ellen is használták. A babonafű név azt jelzi, hogy igézéstől, szemeveréstől óvott. A legendás füvek közül Szent László füvét választottam. Egy erdélyi népmonda tartozik hozzá, hogy nevét arról kapta, hogy amikor Szent László seregében pusztítani kezdett a pestis, és a nép a nagykirályhoz fordult segítségért, László király angyali sugallatra kilőtte nyilvesszőjét, és nyila egy genciána szárát ütötte át. A genciána, a keresztes tárnics, kenőcse mentette meg a népét a pestistől. Azóta Szent László füvének nevezi a magyar népen növénykét. Ezt Arany János így írta a Szent László füve néplegendában. A fűnek pedig, hogy lenne emlékezet, a keresztfű helyett ad a másik nevet. Felragadt az új név, a füvet ma is még Szent László füvének híja a magyar nép. A fű gyökere erősítő gyógyszer, a friss növény keserű. Következő legendás növényünk a Csaba íre. Attila király kisebb fiának nevére utalva a Pimpinella Germanica Saxifragát Csaba írként említi Ipoly, mint minden sebet gyógyító füvet. Csak hogy a Pimpinella földi tömjén, amely bár gennyes sebek kezelésére jó, és a kolerát említik gyógyítani, valamint köhögést, rekedtséget,
izasztó hatású, csak hogy mi nem ezt ismerjük Csaba Irének. Általunk ismert Csaba Ire, az ez a másik szakrális növényfaj, fellőtt nyilvesszővel kijelölt gyógyfű, amely elállította a vérzéseket. Egyébként valóban sebgyógyító, belső vérzés csillapító, és ez a vérfű a gyepekben él. Valószínűbb, hogy ez az igazi Csaba Íre. A dió a magyar őshit szent fája. Régen a magyarok ősileg szent fák köré települtek, innen származott a falu elnevezés is. A lú vagy ló az istenit, óriásit jelentett, napistenre utalva. Megtalálható ez más helyeken is, például a lódarázs, óriási darást jelentett, a víziló pedig a vizek istenét. Tehát a falu az óriási fát jelentett. Minden falu ilyen fa köré települt. Ipolyi Arnold is írja, ős mítoszi tisztelt fánként, különösen a diófa jelentkeznék. A dió a magyar őshit szent fája. Minden ízében gyógyhatású, a dióbél, az olaja, a diólevél, a diókopáncs, a dióhéj, a diórekeszek és a zöld dió is. A dióbél nem csak finom élelem, például diós begli, hanem egészségmegőrző, szív- és érrendszerű betegségeket megelőző hatása fokozottan érvényesül a dióolajban. Csökkenti a koleszterin szintet, a vérrögképződést, a trombózis veszélyt. Alzheimer-kort késleltető hatást is tulajdonítanak a dióolajnak, valamint lázcsillapító hatást is. A dióolajban telített zsírsav körülbelül 10%, egyszeresen telítetlen 14%, és a legértékesebb a többszörösen telítetlen zsírsav 76%-ban van benne jelen. Koleszterin nincs a dióolajban. Gyógyászati használatra leginkább gyógykrémek alapanyagaként használatos, magas E-vitamin tartalma a bőrre tápláló, bőrvédő, egészségvédő hatású. A dióolaj ergoszterol tartalma, ami a szervezetben a D-vitamin képzésének egyik előzetes alakja, jó hatású a bőrre, öregedését késlelteti. Ha ajkunk kirepedezik, ne keressünk gyógy vagy kozmetikai krémet, ha van otthon kevés dióolajunk, akkor az ajkunkat azzal kenjük be. Pótolja a bőrből hiányzó vitamin zsiradékot, és egészséges a bőrnek. Más bőrirritációk esetén is jól használható, enyhíti, csillapítja a kellemetlen tüneteket. A dióolajnak kifejezett gombaölő hatása van, dióolajjal készült gyógykrémek és kozmetikai készítmények kedvező többlethatása a bőrön a gomba elleni védelem, tehát egy bizonyos fertőtlenítés, a gombafertőzés megelőzése vagy kezdődő gombafertőzés leállítása. Ezért gyógyszappanok, samponok, napozókrémek adalékanyaga is regenerálja a bőrt, és pikkely sömör ellen is alkalmazzuk. A leveleket akkor szedjük, amikor a termések fele nagyságúak. A teánál például 2 teáskanálnyi levelet 1 deci vízzel kell leönteni, majd felfőzni, és negyed óra állást követően leszűrni. Gyomor és bélhurut ellen javallott. Borogatásként leginkább a bőr enyhe gyulladásai esetén javasolják. Fürdőt készíthetünk belőle bőrkiütések, bőrbetegségek esetére. Rovarűzőként elmorzsoljuk a levelet a bőrünkön, aranyérnél ülőfürdőt, torokgyulladásnál gargalizálót készíthetünk belőle. Diószüretkor az egészséges héjakat megszárítjuk a napon. A diókopáncsból főzetet készíthetünk, például izzadás, gyomor és bélhurút étvágytalanság ellen.
Ekcémás bőrt a friss kopánccsal dörzsöljük be naponta kétszer-háromszor. A megtisztító dióhéjat se dobjuk ki, 5-6 dióhéjat apróra törjünk össze, 1 liter vízbe 6-7 percig főzzük. Megfázás esetén víz helyett igyuk. Még a dió elválasztó rekesz sem hulladék, gyűjtjük össze, magas vérnyomás és érszűkület elleni teát készíthetünk belőle. Ha koleszterin szint csökkentő csemegét szeretnénk, készítünk zöld dió befőttet. A zöld diót Szent Iván naptáján szedjük, nagyon jó receptek találhatók a neten. A negyedik részben földanya ajándékaival foglalkoztunk, ennek most a végére értünk. Tartson velünk a következő részekben is. Egészséges, boldog, szép napokat kívánok!